Júlia, Szokolai Dongó Balázs és Zimber Ferenc trió formációja magyar népzenei alapokon nyugvó kamarazenét játszik, amelyet a pillanatban születő népzenei megoldások tesznek izgalmassá, azaz az improvizáció. Kubinyi Júlia már tizenévesen benne volt a népzenei koncertéletben, hiszen a Dűvő zenekar énekeseként rengeteg helyen játszottak. 2018-ban izgalmas mérföldkőhöz érkezett, amikor a trió közös Rustico című lemezén újraértelmezték a népi hangzás világot. A Rustico nevű koncertet hoztuk el ma ide Szokolai Dongó Balázzsal és Zimber Ferenccel, akikkel nemrégiben csináltunk egy ugyanilyen című lemezt. Tulajdonképpen magyar népzenét játszunk, egy picit talán formabontó ez a hangszerpárosítás, hogy a cimbalom mellett népi fúvós hangszerek szólalnak meg. De számomra nagyon kedves ez a trió formáció, és azt gondolom, hogy egy páratlan zenészekre akadtam, és nagyon szívesen dolgozom velük. Az alap az, hogy magyar népzenét játszunk, kicsit több improvizációval és talán egy picit szokatlanabb formában. Nagyon régen ismerjük egymást, Ferivel az Állami Népi Együttesben dolgoztam együtt több éven keresztül, Balázzsal pedig 2015-ben csináltam az első szólólemezemet, és már azon ő közreműködött, és nagyon sokat koncerteztünk duóban. Ám tavaly szeptemberben adtuk az első ilyen trióformációs koncertünket a Fonó Budai Zeneházban, és ez a koncert adta nekem az ihletet arra, hogy ennek van jövője, és nagyon szívesen dolgozom velük, és akkor ötleteljünk, csináljuk, és azt gondolom, hogy találtunk egy olyan közös zenei nyelvet, ami sajátos, és mindannyian nagyon szeretjük. Hagyományos magyar népzenében használatos fúvós hangszerek és a cimbalom virtuóz közös játéka egészen egyszerűen szólaltatja meg a Kárpát-medence egyes tájegységeinek dallamait. Zenei összeállításaikban Székelyföld, Moldva, Mezőség, Nyitra és Somogy zenéje elevenedik meg. Én kislánykoromtól a népzene bűvkörében élek, ha mondhatom ezt. Édesanyám, mint énektanárnőm is jelen volt az életemben. Mikor kislány voltam, a szüleim népi zenekarban játszottak, és nagyon sokat jártak együtteseket kísérni, és mondhatom azt, hogy tulajdonképpen a népzene az első zenei élmény, ami engem olyan erősen megragadott még kislányként, hogy azóta is ebben maradtam. Hoznék vizet szájba, a ragok számára. Kedves édesanyám, menj el az urakhoz. A mai estén főleg székelyföldi moldvai dallamokat hoztunk, illetve lesz Dunántúrról is egy összeállítás, illetve Nyitra megyéből. Mind-mind olyan dallamok, amik így szerintünk nagyon jól megszólalnak. A furulya és a cimbalom, olykor hosszú furulya és cimbalom, vagy esetleg a kecskeduda és a cimbalom párosításban. Különösen szeretek ilyen környezetben énekelni. Templomokban előfordult már, hogy koncertet adtunk, és ez mindig egy sokkal meghittebb és sokkal ilyen emberközelibb talán, és olyan magasztosabb ilyen helyen énekelni, és mondhatom, hogy ez pedig egy különösen nagy öröm, hogy ilyen gyönyörű Makovec templomban adhatjuk elő ezt a koncertet.